Ha valaki egy ilyen 5-6 millió forint értékű középkategóriás autó megvásárlásán gondolkodik, bizony türelmesnek kell lennie. Az elmúlt egy évben eddig nem látott kihívásokkal nézett ugyanis szembe az autógyártás. Bár nem ugyanolyan mértékben, de mint Nyugat-Európában, mind a Távol-Keleten alapanyag hiány lépett fel. Ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő szalonokat is érinti, az autók nem érkeznek meg időben a kereskedésekbe, az árak pedig csak nem 20%-kal emelkedtek. Ez egy nagyon kellemetlen meglepetés volt, sokkal gyorsabb talpraállásban bízott mindenki, már csak azért is, mert a vevőigények azok jelentősen megnőttek. Ugye a Covid megmutatta, hogy az egyéni közlekedés bármennyire is szeretjük, vagy nem szeretjük, felértékelődött, ez pedig mind az új, mind a használt autópiacon egy jelentős igényrobbanást jelentett. Avval, hogy a gyártók nem tudtak kellő mennyiségben szállítani, ez értelemszerűen az árakra is hatással volt. De az árakra hatással van még az a károsanyag kibocsátási norma is, amit az Európai Unió is elfogadott. Ez azt jelenti, hogy a gyártóknak ma már nagyon szigorú környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelniük, az ebből fakadó büntetéseket pedig gyakorlatilag az autók árának emelésével kompenzálják, tette hozzá a Gémosz elnöke. A koronavírus megjelenése óta a vásárlók száma a teljes autópiacon csak csekély mértékben csökkent. A sok várakozás miatt azonban sokan inkább használt autót vásárolnak. Vannak, akik 3-4-5 hónapra tudnak egyes modelleket most is szállítani, és vannak, akik a népszerű modelleket 12-16 hónapra vállalják jelenleg. Úgyhogy ez egy hihetetlenül széles szórás, akinek most kell autó, annak két lehetősége van. Vagy azt mondja, hogy körülnéz a piacon, hogy mi az, ami elérhető abban a kategóriában, amit ő szeretne, és akkor új autót vesz, vagy fordul valóban a használt autópiac felé. A használt autópiacon is megnőtt az érdeklődés az elmúlt időszakban, úgyhogy az ár emelkedés ott sem marad el az új autókétől, sőt helyenként, meg is haladja azt, tehát több mint 20%-kal növekedtek, és folyamatosan hónapról hónapra nőnek az árak, mert Nyugat-Európában is kénytelenek az emberek a használt autók felé fordulni. Emiatt ezekből a nyugat-európai országokból elsősorban a 15-20 éves, rosszabb állapotban lévő autókat hozzák be Magyarországra. Ezek ugyanakkor rontják az itt forgalomban lévő gépjárművek átlag életkorát, amelyek ráadásul nagy károsanyag kibocsátással működnek. A cél az, hogy ezt a folyamatot minél előbb mérsékeljék. Így akár már 2022-ben is jó esély mutatkozik arra, hogy az ilyen idősebb autók importját külön adóval terhelje az állam.